Minden évben megrendezik Felsőpakonyban a Szabó Magda Városi Könyvtár és Közösségi Házban a könyvtári kalandtábort. Idén sem volt ez másként, a gyermekeknek ezúttal is számos élményben volt részük. Minden évben a nyári szünet két hete alatt megrendezésre kerül az önkormányzat által támogatott önkormányzati táborunk itt a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Idén ez július 3-ai héttől kerül az első hetünk megrendezésre, és a második hét az 17-től. Hogy miért kalandtábor? Mert nagyon-nagyon sok izgalmas, érdekes dolgon vehetnek részt a gyerekek itt velünk a könyvtárban. Hogyan telik egy nap itt a táborban? Reggel 8-kor érkeznek, ugye ez egy napközis tábor itt a könyvtár keretein belül. Reggel 8-tól délután 4-ig, fél 5-ig, ahogy a szülők ideérnek, természetesen napi háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek. Reggel 8-kor érkeznek, kis kézműves foglalkozással kezdünk, aztán a délelőtt folyamán mindenféle színes programon vehetnek részt. A mai nap folyamán például Metzger Pál népi iparművész volt a vendégünk, és ő tartott hangszerbemutatót a gyerekeknek, és tovább folytatjuk a mai napot is, hiszen délutánra is színes programmal készültünk. Vecsésről Károly Katalin, a Katarzis szenior örömtánc oktatóját látjuk vendégül, és ő fog nekünk itt egy közös táncbemutatót és közös táncolást fogunk tartani a gyerekekkel. Mekkora létszámmal működik a tábor? Általában mindig próbáljuk tartani ezt a 20 fős létszámot, de így is mindig túljelentkezésünk van, de sajnos a könyvtári munkaerő és a kapacitásunk ennyit tud, ennyi gyereket tudunk befogadni, ennyit tudunk biztonsággal ellátni, hiszen azért ez nagyon nagy segítség a szülőknek is, de azért mégiscsak mindenképpen fő a biztonság. Hány éves kortól lehetett jelentkezni ebbe a táborba? Mindig úgy szabjuk meg, hogy körülbelül azért azonos feladatokkal tudjuk lefoglalni a gyerekeket, tehát ez mindig 6-tól 10 éves korosztályt jelent, hiszen azért az sem jó, hogyha nagyon eltérő a korosztály, mert akkor más programmal tudjuk őket lekötni. Láttuk, hogy azért vegyesebb vannak, tehát vannak fiúk meg lányok is. Hogyan férnek meg egymással? Ez most például kifejezetten jól fog jönni, hiszen az örömtáncban, amit az előbb említettem, ott lesznek páros táncok is, tehát a fiúk akkor most kivehetik a részüket, és akkor egy kis illemet is tanulhatnak hozzá, hogy hogyan kérünk majd föl egy leányzót, és akkor ők is táncolhatnak velük. Ez azért már a mai világban ritka. A héten még azért további színes programmal készülünk, holnap elutazunk a Lurdi házba Budapestre, és az ottani játszóházban fognak egész nap eltölteni egy teljes játszós napot a gyerekek, majd csütörtökön délelőtt itt a könyvtárban megint kézműves foglalkozással kezdünk, és a délutáni nap folyamán pedig sólymász érkezik hozzánk, ahol az iskola udvarára fogunk átmenni, és sólyomröptetés, bagoly ülhet a vállukra, tehát tényleg valóban színes programokkal készültünk idén is a gyerekeknek. Voltak olyan diákok, mert tavaly is, mert tavaly előtt is voltak ebbe a táborba, és már úgy gondolkodnak, hogy majd jövőre is fognak jelentkezni ebbe a táborba? Igen, ez mindig minden évben rendszeres. Általában ugyanazokat a gyerekeket, ugye mindig jelentkezési sorrendben tudjuk őket fogadni. Rendszeresen egyet, hogyha ma egy évben már voltak, akkor rendszeresen szeretnének jönni minden évben, amíg el nem érik a 10 éves korhatárt.